Lövészárokhoz hasonló gödört átong a balatonkenesei strand előtt. Egy hónapja áll a munka. A város önkormányzata módosítatta a terveket a korábbi tervező hiányosságai miatt, aki nem vette figyelembe a talajadottságait. A kivitelezővel és a műszaki vezetővel folynak a fejlesztési tárgyalások. A tervezőtől módosított terveket kértünk, mert az előzőleg elkészített tervek nem voltak minden részletében kidolgozottak és helytállóak. Sajnálatos módon a tervező tervezés előtt nem készítette el azokat a talajmechanikai vizsgálatokat, ami alapja lett volna a terve elkészítésének. Menet közben a kivitelezés folytán erre fény derült, így kértük a terveinek a módosítását. Ha holnap délelőtt fogja a módosított terveket behozni, a kivitelezővel, a műszaki ellenőrrel ezeket át fogjuk ellenőrizni, és a módosított terveknek megfelelően fogjuk a kivitelezést folytatni. Az önkormányzat a megfelelő burkolat elhelyezése érdekében a közelmúltban fúrásokat végeztetett. A rétegmérések eredményeként kiderült, hogy az út szerkezete laza, kis teherbírású. A talajvíz elvezetését is meg kell oldani. Mélyebb ágyazat vagy vastagabb aszfaltréteg szükséges. Néhány napja próbafelületeket alakítottak ki, mellyel a teherbírást tesztelik. Az önkormányzat saját költségén végzi a fejlesztést, melyet minél hamarabb a tél beköszönte előtt befejezne egy jó és tartós megoldás kivitelezésével, lehetőleg minimális költségtöblettel.